De ott a tűzparancsot nem adott ki senki se, hogy na most lőni, hogy az emberekbe lőjenek bele. Ott az égvilágon senki nem adott. Egyedül a Tóth főhadnagy, mikor a tömeg már olyan közel volt, kb. 15 méterre volt a tömeg a géppuskához, vagy 20 méterre, akkor a Tóth főhadnagy háromszor szólt, hogy menjenek vissza, oszoljanak széllyel. De csak jöttek, és akkor aztán jött a balé, hogy belelövetett a társaság. De hogy adtak ki a parancsot? Hát tűz, hát semmi más. Ez a srác, azt nem tudom, hogy most vagy a Radács, vagy nem tudom, ki volt a géppuskánál. Az, és az az egy, hogy ott minden egyes lőszer kiment a tárba. Mindig beakadt a géppuskán, de akkor mind a 250 darab sajnos kiment. Hogy kiadhatta ki a Dudás? Na, volt olyan intése, lehet azt is mondani, hogy kézzel intése, hogy lehet, hogy az volt egy jel, de feltehető az is, hogy ő a tömeg felé intett, hogy álljanak meg. Tehát ilyen is lehetett benne. Mi allette figyelmes, hogy a Gyenes főhadnagy tolja vissza a tömeget, hogy ne jöjjönek. Nem tudott mit csinálni, a tömeg csak jött, főleg akkor, amikor már a két elhárítós tíz belőtt a tömegbe. Nem tudom, lábon lőtte őket, vagy hova lőtt, nem tudom pontosan. Elég az hozzá, hogy azt láttam, a Gyenes főhadnagy úgy szintén tolta kézzel vissza a tömeget, embereknek gondolom azt mondhatta, ne jöjjönek, gépviszony nyakába volt, és egy sorozott leadott a tömegbe. És utána Gyenes főhadnagy begont a lattanyába. Akkor kezdett a tömeg dobálni ilyen proknikkal, tégla vagy cserép proknikkal, de nem sokat, mert nem volt rá idejük. És én álltam a géppuska mellett kb. Másfél-két méterre, a lattanyára néztem, a tömegre néztem, egyszer csak azt láttam, hogy a Dudás százados, akkori zászlóparancsnok áll az ablakba, a géppuskás arra tette a tetti tekintetét, és a Dudás így lóbítva integetett a kezivel, az azt jelentette, hogy megelett beszélve a géppuskásra vagy nem, azt nem tudom, és abban a pillanatban ez a géppuskás rátette a billentyűre a kezit, és addig le nem vette a kezit a billentyűről, míg a 250 töltény kirement a géppuskából. Kint voltunk a fronton. Maga volt az irányzó. Na most ők úgy mondott, azt mondották, hogy fegyvert akarod szerezni. És a kis laktanyát el akarták végezni. Mi adtunk le riasztó sorozatot is. De ők csak közeledtek. Akkor megkezdődött az, hogy most tulajdonképpen közeli harc volt. A kézgránátok szóltak, kisebbe sült meg, kihalt meg, azt azóta sem tudom. Kb. 15 méterre már, 15 méter? 10 méterre már ott voltak. Úgyhogy ez a kis csapat, ami ott volt, ez törmeléke volt annak, törmeléke annak a tömegnek, ami minket, mondjuk úgy, őszintén megtámadott. Most hát egy kis katona persze nem lőhet csak úgy, hát végül is valami parancsot biztos kellett kapni. Hát itt az volt már tulajdonképpen, hogy a túloldalról is lőttek. Most a másik oldalról is lőttek. Úgy értettem, hogy két irányból kaptuk a tüzelést. Hát most kérdezem én azt, hogy milyen katona az, aki a parancsot végre nem hagyja. Milyen sorkatona az? Ki volt a maguk parancsnok? Gyenes főhadnagy. A géppuskát azt hogy kell kezelni? Így, vagy hogy kell kezelni? Hát azt lehet kezelni többféleképpen, de viszont annál van egy nagy baj. Az, hogy az tulajdonképpen, hogy fejezzem ki magamat, hamar betüzesedik, és annak lőttek. Mennyi sikerült kilőni ebből a géppuskából? Hát ebből, hát az igazság az, hogy ebből sokat ki lehet lőni, ez így igaz,
De viszont az is igaz, hogy ha annak a Havedernek nem fogja senki a végét, hát bizony 170-nél megakadtam. Felakadt, és hüvelyszakadásom lett. És mit tudott utána csinálni? Hát kézigránátot dobáltam én. Hát úgy lett a golyószóró, az többet lehordott, mint én. Ott olyan kézigránát dobálódzás volt, hogy hát mind a labda, mikor gyerek, mikor játszik a labdával. Az így történt. Csak én azt nem értem meg, azt az egyet, hogy tulajdonképpen mély, vagy úgy szokták mondani, miért arra a kis, vagy miért akarták tőlünk elszedni a fegyvert? Tehát lefegyverezni azt a kis laktanyát. Miért nem tudtak bennünket kikerülni? Ez felmerült bennünk. Hisz mi is olyan dolgozó emberek voltunk, mint ők. Én is olyan proletár ember voltam, olyan munkás embernek a fia. Hát én nem voltam tiszt. Én sorgatlan voltam. És a parancs, az parancs.